A házasságnak értéktöbletet adhat, ha két keresztény köt házasságot, hangzott el az első interaktív előadáson, amelyen a házasságról, a házastársak közötti kapcsolatról szólt az előadó. Nagyon fontos, hogy a hitben megegyezzenek a házaspárok, vallja Major Márta Lídia. Már az esküvőn kezdődik ez az áldáskérés a közös kapcsolatra, és ez tovább folytatódik a mézesetek után az úgymond szürke hétköznapokba, amikor az ember igazából otthon gyakorolhatja a hit életét. Tehát a kereszténység nem a templomban nyilvánul meg, hanem otthon a szürke hétköznapokba, konfliktusok megelőzésében, kezelésében, a kölcsönös megbocsátásban, és a közös hit megélésében. A házasság hete nagykanizsai szervezését a Szent József plébánia karolta fel. Hozzájuk csatlakozott a református és az adventista felekezet. Nagyon kevés az az alkalom, ahol azonos értékrendű emberek együtt lehetnek és beszélgethetnek. Tehát szerintem egy közösségteremtő alkalom ez a házasság hete. Valószínűleg nem most fogják az emberek a házasság mellett elkötelezni magukat, inkább azokat reméljük, várjuk mi is, akik már házasságban élnek, és szeretnének gazdagodni ebben a kapcsolatban. Csütörtökön a reformátusok filmvetítéssel, pénteken a Felső templomban keresztúttal, szombaton az alsóvárosi plébánián előadással várják a párokat. A már hagyományos szerelmesek miséjét vasárnap este 6 órakor tartják a Szent József templomban.